Egyedülálló módon Győr-Ménfőcsanakon rendezték meg az elmúlt hétvégén az első magyar jetmodell találkozót. A különleges szerkezetek között volt jetgép, helikopter és vitorlázó repülő is, amelyek teljesen megfelelnek a valóságnak, csak miniben. Ezt úgy hirdettük meg, ezt a modellretnot, jet találkozó. A jet az azt jelenti, hogy sugárhajtóműves repülőgépek, ez ugyanaz a hajtómű van, mint egy igazi nagy repülőbe, csak hát egy pici változatba. Itt vannak 8 kg tolóerőtől ilyen 20 kg tolóerőig sugárhajtóművek. Ez a fő program, annyi, hogy mellette még vannak más típusú gépek is, benzines, elektromos, ezekkel repülgetünk itt. A Ménfőcsanaki SRCM a térség korábbi rendezvényein, falunapjain is részt vett, ahol a közönség, főként a gyerekek körében arattak nagyon nagy sikert. A környékbeli lakosság nagyon érdeklődően fogadta, hogy ezt láthattuk ugye múltkor, főleg ugye a kisgyermekek körében nagyon népszerűek voltak a modellautók és a kis repülők, de ugyanúgy a nagyokat is nagyon sok minden ide vonzotta, így a mai nap is érdeklődéssel indult számukra. A jetmodellgépek a mai napig nagyon ritka jelenségnek számítanak Magyarországon, hiszen ez a hobbi elég drága mulatság, viszont folyamatosan nő a népszerűsége. Ez egy turbinás repülőmodell, amiben ugyanolyan hajtómű van, mint egy igazi turbinás repülőgépbe, tehát egy gázturbináról beszélünk, kerozinnal üzemel, ez egy teljes full kompozit építésű gép, ami annyit jelent, hogy nem fa építésű, hanem egy modern technológiával készült gép. Az jelen pillanatban 8 kg felszálló tömeggel rendelkezik, illetve üres tömeggel, bocsánat, üzemanyag nélkül, és ilyen 10,5 kilós tolóereje van a turbinának. A találkozót sikeresnek értékelte a főszervező Vanessa, így biztosak lehetünk benne, hogy jövőre is megpróbálkoznak majd egy hasonló összejövetel megszervezésével Ménfőcsanakon.